Üdvözlet mindenkinek itt a Yahoo útja csatornán, illetve a yahoo.hu weboldalon. Ezúttal Béres Gyulával fogok beszélgetni. Én megkerestem Gyulát, rábukkantam egy cikkére a blogján, és én nagyon hasznosnak találtam a felkészülésemhez. Írtam neki, hogy mi lenne, hogyha leülnénk beszélgetni. Különösképpen Szent Háromság volt az, amiről én szerettem volna tárgyalni, illetve Jahusa Jézusnak az istensége, és beleegyezett Gyula, megegyeztünk abban, hogy hogyan is fog ez működni, elküldtem neki néhány kérdést, úgyhogy most ezen fogunk végigmenni. Átadom a szót neked, Gyula, csak röviden, hogy bemutatkozz, amit szeretnél magadról, hogy tudjanak, és aztán rátérhetünk a témára, ami a Szent Háromság. Jó, hát 50 éves vagyok, tanárként dolgozom itt Egerben, történelem hitanszakos tanár vagyok. Igazság szerint én már 25 éve tanítok, és úgy is mondjam, tehát tudatosan választottam ezt a tanári pályát. Tehát meghatározó volt számomra a vallásos neveltetésem gyerekkoromtól fogva. Mindig is érdekelt maga a vallás. Érdekelt a vallástörténet is, a mitológia, tehát gyerekkoromban, és ahogy fokozatosan ugye nőttem, érdekeltek a vallási kérdések, kételkedtem, és a kételyek sok kérdést fogalmaztak meg bennem, és ezekre a kérdésekre válaszokat vártam, és válaszokat kerestem. Természetesen szüleimet, plébánosaimat kérdeztem, és hát utána jártam lelki gyakorlatokra, az érettségi után pedig jelentkeztem erre a történelem hittanári szakra, és később, mind a kettőből szereztem ugye egyetemi végzettséget, illetve teológiából a mester képzettséget is megszereztem. Nagyon fontos számomra a hitem és a vallásom. Tehát ahogy öregszik az ember, azt tapasztalom, hogy csak ez az egyetlen egy fogózó van az életben, ami biztos. A kételyek és a kérdések ellenére is. Tehát Isten az a pont az életemben, ami a legszilárdabb és a legbiztosabb. Mindenféle viszontagság, válság, nehézség, konfliktus ellenére is. Szeretném azt elmondani, amire hivatkoztál a blogommal kapcsolatban, hogy az tulajdonképpen egy ilyen oktatási segédanyag a diákjaimnak. Tehát akik hiányoznak valamilyen oknál fogva, az ő számukra szoktam oda kiegészítő anyagokat, gyakorló feladatokat feltölteni, és akkor itt találhatod meg a Szent Háromsági nehézségeket is, ami szintén a gyerekeknek készült, tehát mert elég nehéz a téma, és segédanyag készült a számukra. Ennyit. Értem, szuper nagyszerű. Akkor meg akartam mutatni ezt a, meg is fogom, mindjárt megtalálom a weboldalat, vagyis ezt a blogot, és akkor mindenki eljuthat oda, majd így időközben hát, ha fellelem. Valójában az én elgondolásom ezzel a beszélgetéssel, meg ezekkel a beszélgetésekkel az lenne, hogy keresek keresztényeket lehetőség szerint, mivel ez a legelterjedtebb, meg a legnépszerűbb vallás az országban. Meg úgy általában a világon is persze ez evidens. És szeretnék beszélgetni azokról a témákról, amik kulcsfontosságúak ebben a vallásban. Az egyik ilyen, az a Szent Háromság. És én úgy gondolom, hogy van még néhány, ami fontos, az talán a Jahusa Jézusnak az istensége, ami egy olyan kérdés, ami biztos vagyok benne, hogy sokakat, ez a kettő dolog, biztos vagyok benne, hogy sokakat foglalkoztat, mert a választ kéne adni valakinek arra, hogy mi a Szent Háromság, hogy hogyan magyarázná elő a Szent Háromságot. A véleményem szerint a keresztényeknek egy jelentős része problémával szembesülne. Nem gondolod? De gondolom. Ez az egyéni hitőmben is
hogy mondjam, tehát első szempont, amikor megjelenik, hogy hogy lehet az egy Isten három személy. Tehát Istenről személyről beszélünk, tehát nyilvánvalóan. Amikor elkezdtük tanulni a teológiát és a Szent Háromságtant, akkor Vága Jó Dolhai professzor kezdte a történettel, Szent Ágoston történetével, hogy éppen a Szent Háromságról emlékedett, és sétált a tengerparton, és látott egy kisfiút, aki egy kagylóval mérte ki a tengervizét a partra, a fővegyes part, és akkor megkérdezi tőle Szent Ágoston, hogy mit csinálsz te gyermek itt a tengerparton? Hát én ezzel a kagylóval kimerem a partra a tengernek a vizét. Ott a balga gyerek, hát hogyan tudnád te ezzel a kagylóval kimerni az egész tengert a partra? És akkor megszól a gyermek, a kisfiú Szent Ágostonnak, te meg hogy tudnád a véges ember értelmeddel felfogni a Szent Háromságnak a mélységét? Tehát maga ez a legnagyobb hittitok tulajdonképpen már az elejétől fogva jelzi számunkra Istennek a felfoghatatlanságát. Istennek a transzcendenciát, hogy amikor Istenről beszélünk, emberi fogalmakkal nem tudjuk leírni az ő lényegét. Csak meg tudjuk közelíteni, vagy kapargatni tudjuk a felszínt, vagy véges emberi fogalmakkal, véges emberi értelmünkkel próbáljuk a transzcendens Istent valamilyen szinten a saját értelmünk számára megismerhetővé. És akkor, hogyha megkérdezném, hogy ez, jól emlékszem, hogy említetted ezt az egy Isten, három személy. Igen. Szóval, hogy ha valaki nem tudja ezt felfogni a keresztények közül, akkor ez egy olyan kérdés, ami az üdvösséget érinti? Igen. Szóval valakinek el kell fogadnia azt, hogy van három személy, de ez egy Isten? Igen, nagyon jó a kérdés. Igen, el kell fogadni. Tehát ez hitünknek az egyik legfontosabb lényegi eleme, a Szent Háromság egy Istenbe vetett hit. Miért? Először miért válaszolok? Azért, mert Isten így nyilatkoztatta ki magát az üdvösség történetében nekünk, az embernek. Mint az Ószövetség és mind az Új Szövetségben. Természetesen az Ószövetségben nem tárja föl a Szent Háromságos létét közvetlenül, hanem majd az Új Szövetségben Jézus Krisztus által a Szent Lélekben. De amikor beszélünk a Szent Háromságról, akkor azt tudni kell, hogy mindig a Szent Háromság egy Isten együtt cselekszik. Nem akarok előreugrani a témában. Nyugodtan. Jó. Ez az egyik szempont, hogy a Szent Háromság egy Isten az mindig együtt cselekszik. Ez az egyik. A másik, hitünk számára ez egy meginkhatatlan kérdés, és el kell fogadni minden egyes hívőnek, ugye ez a kell az ilyen csúnya szó. Ezt egy kicsit olyan, hogy mondjam, tehát hittel kell, hogy viszonyuljunk ehhez a szent igazsághoz, és nyilvánvalóan, amikor az ember hisz, amikor úgy nevelik, vagy megtér, nem bírja ezt teljesen az értelmével felfogni, keresi a válaszokat. És azt mondanám, hogy az ima élet és a szentírás olvasása, imádkozása nélkül az ember nem sejthetni meg ezt a Szent Háromságos lényeget. Imádság nélkül a hitünk, tehát nem sokat ér meg, hát cselekedetek. Világos, persze. Tehát, hogy a vallásos hívő ember, ha tudja is, hogy nem tudja felfogni a Szent Háromság lényegét, de elhiszi. Tehát hiszek Istenben, tehát azt, amit Isten kinyilatkoztatott, amit mond magáról, azt elfogadom. És később-utóbb elmélkedések által, a szentek életének olvasása által, bizonyos élmények, belső élmények által át tudom ezt élni. És szerintem a legkönnyebb Jézus Krisztus személyén keresztül a Szent Háromság egy Istent valamilyen emberi módon megérteni, valamint a Szent Lélek tevékenységén. Nekünk, római katolikusoknak nagyon fontos az egyház. Az egyház maga az a közeg, az a közösség, ahol tulajdonképpen a Szent Lélek egybegyűjt bennünket, és már itt a Földön elővételezzük azt a létmódot, például a Szent Misében, amit majd életünk befejezése után
az örök üdvösségben fogunk megkapni, amikor a teljes Szent Háromság Egyisten a saját létében részesít bennünket. Annyit kérdezhetek, de? Hogy azt mond, jól értem, ez olyasmi, mint hogyha már itt a Földön most az ember szinte készülne arra, ami ott lesz. Mint ha azt mondanád, hogy az a mise, az egy olyan fajta együttléte az ekklesziának, vagy a gyülekezetnek, meg Istennek, mint ami lesz majd a későbbiekben. Így van. Elővételezzük a szentmisében tulajdonképpen az örök üdvösségünk. Világos. Akkor... Készen vagyunk az örökké tartó mennyei liturgiának. Igen. Hogyha még egyszer visszatérvén erre a kérdés, és aztán megyek tovább. Hogyha az olyan furcsa, nem, hogy valamit nem értek, de el kell hinnem. Hisz nem tudom technikailag, hogy mi az, amit elhiszek, mert ugye én számomra így hallgatván sok keresztény beszélgetést, rengeteget, de tényleg nem is lenne vége, hossza nincs. Azt hiszem, hogy értem, hogy mi az, amit mondani akarsz azzal, hogy egy lény, három személy, mert ez tulajdonképpen Isten egy lény, szóval fogalmazzunk úgy, hogy lény, mert úgy talán egyszerűbb, hogy... Mert létező, így van. Létező, legyen a... létező forrása. Így van. Igen. Szóval egy létező és három személy. Viszont a probléma az, és nem tudom, hogy te gondolkoztál-e már ezen, hogy erre nincsen példa a természetben ilyen dologra. Jól gondolom? Már hogy a háromosságra? Nem. Arra nincsen példa a természetben, hogy egy létező, három személyiség. Nincsen semmi a világon, ami ilyen lenne, ami körülöttünk, ami körbevesz minket világ, amit teremtett, és nem akarom... Értesz? Vagy legalábbis remélem. Igen, tehát, hogy erre csak azt tudnám válaszolni, hogy valóban, hogy a teremtett világ az nem azonos a teremtővel. Mert akkor panteistánk lennénk. Tehát, hogy ugye nem azért imádom az Istent, tehát hogy kimegyek a természetbe, látom a csodálatos világot, akkor nyilvánvalóan a világ által imádom Istent, nem magát a világot imádom. Igen. És akkor abszolút. Na, én sokszor arra gondolok, azt hiszem, hogy talán Pál fogalmazza ezt meg a legnagyszerűbben. A rómaiakhoz ír, biztos ismered első levélben, mikor azt írja, hogy a 20-as vers ez, hogy most nem tudom, hogy van-e nálad Biblia, de mindegy, mert én felolvasom. Nyugodtan olvas, persze. Felolvasom. És én ebből indulok ki mindig, amikor arról van szó, hogy Elohim Istennek a megismerni őt. Azt mondja, hogy mert ami az Isten felől tudható, nyilván van ő bennük. Most nem akarom az egészet felolvasni, mert a következő a lényeges. Mert az Isten megjelentette nekik. És ez azt jelenti, hogy láthatóvá vagy nyilvánvalóvá tette. Mert ami Istenben láthatatlan, tudnillik az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik. Most lehet, hogy én értelmezem túl szó szerint, de nem valami olyasmit szeretne mondani, hogy a teremtett világ körülöttünk, abból megismerhető ő. Megint Szent Ágostont kell idéznem. Sőt, nagyszerű. A katekizmusunk is, és a rabból készült kompendium is ezzel kezdődik, hogy megismer, Szent Ágoston fölteszi a kérdést, hogy az ember számára megismerhető-e Isten. Azt mondja Szent Ágoston, hogy a teremtett világból, az emberi személyből indulva, az ember saját magától felismerheti Istennek a végtelen nagyságát, jóságát, szépségét és ugye maga tökéletességét. Tehát amikor én egy rácsodálkozó emberként a világban szemlélődöm, látom a világban a jót, hogy háború van, nehézségek, szenvedés, az emberek erről szeretnek, hát nem szeretnek, de inkább többet beszélünk sajnos erről, mint a jóról. De amikor én meglátom a világban az áldozatkészség, a lemondást, a szeretetet, az elköteleződést,
a számos segítséget, akkor meg látom a teremtett világnak a gyönyörűségét, a kozmoszt magát, akkor én racionálisan eljuthatok arra a döntésre, hogy minden mögött valaki áll. Ez valakinek a dicsőségét tükrözi, és ő lehet ez a valaki Isten. Aztán azt mondja, folytatja Szent Ágoston, hogy hogyan juthat el az ember Istennek a tökéletes ismeretére. Azt mondja, Isten tökéletes ismeretére a Szentírás, a kinyilatkoztatás által juthat el. Nyilvánvalóan itt akkor, hogy Szent Pál apostolt idézted, én is őt idézném, hogy valóban itt a Földön eljuthatunk Isten ismeretére, de tükör által homályosan. Majd amikor elérkezett az a pont az életünkben, amikor színről színre szemléljük, a Szent Háromság egyetlen, akkor már mindent fogunk tudni. És szerintem az egy nagyon izgalmas pillanata lesz, meg időszaka lesz az életünknek, amikor mindent fogunk tudni már. Akkor ha jól értelmezem, egyetértesz te is, meg akkor a magyarul a katolikusok is azzal, hogy a világból megismerhető lenne. Igen, tehát Szent Ágostont idézve, igen. És az akkor... ember eljuthat erre a pontra. Most az számomra csak a... És nem akarom nagyon... Nem akarok nagyon erőszakosan ezt az egy kérdést erőltetni, de csak számomra fontos ez. Tehát én akarom, hogy mindenki gondolkozzon el ezen. Hogy nem-e lenne az elvárható tőle, vagy logikus az ő részéről, hogy a saját személyiségét, a saját jellegét legalább úgy megmutassa a világban, hogy az egyértelműen felismerhető legyen, hisz ez egy alapvető része neki, vagy jellemzője, attribútuma, nem tudom, hogy hívják ezt. Szóval az, hogy ő egy létező, de három személy, szóval legalább készíthetett volna egy olyan dolgot, ami ilyen, és még egy dolog csak, és aztán átadom a szót, az pedig az, hogy és ezzel ellentétben, és azt hiszem, hogy talán paradox módon, ha az ember például egy létező és három személyiség, akkor ez egy betegség. Szóval miért pont azt választotta, hogy ő érted, hogy miért nem, én azt gondolom, hogy én ezért nem hiszem el a Szent Háromságot többek közt, számos dolog. De érted, amire ki akarok lyukadni, hogy egy olyan... Igen, majd a válaszomban által remélem kiderül. Mondhatod. Szóval az első kérdésedre remélem felvettem a fonaladat, tehát hogy folytatnám a választ, hogy az atya igen, készített egy tökéletes választ önmagára, Jézus Krisztus. Azt mondja Jézus, hogy aki engem lát, az látja az atyát is. Akkor beszél arról az egységről, hogy én és az atya egy vagyunk. Aztán az utolsó vacsorán, a pészaki előtti utolsó vacsorán, Jézus megígéri a tanítványoknak, János evangéliumban, hogy majd elküldöm nektek a vigasztalót, a paraklétoszt. Tehát három szeméről beszélünk. Isten pontosan úgy nyilatkoztatja ki az ő hármasságát nekünk, hogy időt ad az emberiségnek itt a történelemben arra, hogy fel tud, legalábbis, hogy elkezdje kapizsgálni ezt a misztériumot. Az Ószövetségben, abban a történelmi élethelyzetben, ugye a politeizmus korában, hogyan lehetett volna beszélni az Egyistenről? Egyedül a zsidók voltak azok, akik monoteisták voltak. Uh-huh. Csak a zsidóság. És Isten szólt. Dabar Jahve, Isten hozzánk szól. Mi vagyunk a választott nép. És mai napig is így van. Ugye a Szent Pál apostol szépen le is írja ezeket. Hogy ez a kiválasztottság is továbbra is megmarad a zsidó népnél. Ezt most ne folytassuk. Világos. Tehát ez egyik. Tehát, hogy az új szövetségben pedig, hogyha beszélhetek erről, nyugodtan. Vannak az úgynevezett konkrét szent háromságos formulák. Amikor a három személyű egy Isten megjelenik. Az egyik legszebb példa erre Jézus nyilvános működésének a kezdete előtt, ugye a Jordánban való megkeresztelkedés. Amikor ugye a keresztelő János ugye alámeríti a Jordánban,
Jézus feljön a vízből, jelen van olyan fiú, Jézus Krisztus, amelyből hallatszik az atya szózata, és a Szent Lélek ugye, mint egy galamb képében leereszkedik rá. Ez egy szent háromságos forma. Ez a Máté, ez, amire gondolsz, a Máté verszi? Igen, tehát hogy vannak párhuzamos szakaszok is, Máté és Lukásnál is van, tehát a szinoptikusoknál, és Isten ezzel nyilatkoztatja ki Jézus nyilvános működésének a kezdetén az ő szent háromságos létét. Tehát egy új kezdet, egy új teremtés veszi kezdetét. A János prológusban, ugye a Logosz himnuszban, a első fejezet, 1.18 szem, ott is, ugye kezdetben volt az ige Istené volt, és Isten volt az ige. Ő volt kezdetben Istené, minden ő általa lett, és nélkül semmi sem lett, ami lett. Itt ugye az atya és a fiúnak az egységéről van szó. Hát a Szentírásban. Ez egy Jánosnak misztikus megfogalmazása, mondhatnánk így is, ugye, ilyen magasröptő, ugye ezért a sasa szimbólumot tudod, Igen. Magasröptő nyelvezet. És az lehetetlen, ja. Hogy ez csak, értem, nyilván van számos olyan utalás, ami azt demonstrálja, hogy ez a három, ez létezik, ez a három létező személy. Igen. Mint hogy a maga a ruach, vagy a lélek, maga Jahusa Jézus, illetve az atya. De arról nincs szó, hogy ez a három, ez egy létező. Szóval az, hogy a három az egy létező, azt én úgy gondolom, hogy az csak úgymond következtetéssel lehet arra eljutni. Szóval arra nincsen vers, hogy ez a három, ez egy létező lenne. És még annyit, hogy... Ki mondja magáról, hogy én Szent Háromság vagyok? Tessék? Erre gondolsz? Hát nézd. Magára, hogy én vagyok a Szent Háromság? Az egyik az, hogy a három az egyértelműen külön tevékenykedik. Különösen a fiú meg az atya. Szóval az csak ezért is esik oly kevés szó a Szent Háromságról szóló beszélgetésekben magáról a lélekről, mert úgy gondolom, hogy azt nagyon nehéz demonstrálni, hogy a lélek az egy külön személyiség, azt bele kell olvasni azokba a szakaszokba, amikor a lélek megjelenik. És én azt elfogadom, hogy a lélek működik úgy, mint egy különálló személy. Szóval úgy tűnik fel az írásokban, mint egy különálló személy, számos alkalommal szeret, akar, stb. De erre megvan a magyarázat, hogyha érdekel, majd egyszer elmondom. De azt említetted, hogy ugye aki látott engem, az látta az atyámat. Erről beszél maga Jézus. Viszont ő is egy létező, egy személyiség volt. Érthető? Tehát még mikor megjelent a világban, még akkor is azt a formát választotta, hogy egy létező, egy személyiség, nem pedig a... Ember. Most arról beszélsz Jézus Krisztus emberségéről. Így ugye? Van, mikor ember volt. Sőt, a megváltásban van nagyon fontos szerepe. De világos, de úgy tűnik, hogy a maga a lélek pedig egy egész másképpen funkcionál, mint a fiú, még az írásokban is, hisz a lélek az soha nem jelenik meg, sem fizikálisan, sem pedig a spirituálisban. Úgy, mint egy különálló személy. Soha egyetlen egyszer sem látja senki. Úgy, mint a fiút, hogy ott áll az atya mellett, meg ül a másik trónon, meg elveszi a tekercset, stb. A lélek soha egyetlen egy alkalommal nem jelenik meg. De erre majd talán eljutunk. És három személyről valóban beszél ez a lényeg, de azt a három személyt sosem azonosítja egy létezővé, csak azért állítja a kereszténység, hogy az egy létező, mert ragaszkodnia kell a monoteizmushoz, ahhoz, hogy ez egy istenhit. Érthető? Értem, de nem értek ezzel egyet, ezzel a megállapításoddal. Azért ragaszkodunk a Szent Háromság egy Isten személyéhez, mert Isten így nyilatkoztatta ki nekünk magát. Amiről beszéltél a lélekről, ugye a nefes vagy ruach, ugye a teremtéskor Isten lelke ott lebegett a vizek fölött. Az Ószövetség képeket használt, meg az Újszövetség is a Szentlélekkel kapcsolatban. Felhő, eső, kéz, aztán lángnyelvek, erős szél, szélvész, szélzúgás.
ezek mind utalások. Ez az isteni erő, a dünamisz. És ezért mondjuk, hogy mindig a háromság együtt cselekszik. És az ember számára a szent szerző, aki ugye leírta a szöveget, a Szentlélek sugallatára, ezt nem mondjuk sugalmazásnak, képeket használ. Az ember nyelvét használja, az ismereteit, a kultúráját, azt a közeget, amiben él, és természetesen az ő kegyelmével, a hit által juttat el bennünket arra, hogy ezt a hitigazságot elfogadjuk. És még azt is mondanám, hogy amikor Jézus mielőtt a mennybe megy, akkor ugye a keresztelési parancsban pontosan megmondja az apostoloknak, hogy kereszteljetek meg mindenkit az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére. Tehát amikor mi kiszolgáltatjuk, az egyházunk kiszolgáltatja a keresztség szentségét, akkor a Szent Háromság egy Isten nevére keresztel. Értem. Ez a kell, amit mondasz rólam, értem, nyilvánvalóan. Tehát ez a kell számunkra, ez a hit hódolata a Szent Háromság egy Isten előtt. Nem értem, de érzem. Én magamtól talán ezt mondanám, így tudnám leegyszerűsíteni. Aha, világos. Most az egy nagy kérdés, hogy ha nincs az egyház, szóval ha kivesszük az egyenletből az egyházat, vajon az emberek eljutnának-e erre az elgondolásra, és nekem az a gyanúm erős, hogy nem. Azért, mert... világos, hogy gondolom, hogy te arom szavazol, hogy eljutnának. Én úgy gondolom, hogy nem, de nem is ez a lényeg. Most tovább menvén, te, ha jól értem, az egyház, a katolikus egyház az úgy értelmezi, hogy az Atya és a Fiú küldi a lelket. Igaz? Na most itt a Szent Háromsági eredések és a viszonyokat kellene egy kicsit átvenni. Na erre akartam rátérni. Érted, tehát nem akarok semmiféle ilyen teológiai leckét adni senkinek sem. Felszínesen nyugodtan mondhatod, mert... Azért egy-két fontosabb tanítás mindenféleképpen le kell szögeznünk, amikor a Szent Háromságról beszélünk. Tehát amikor a Szent Háromságról beszélünk, megpróbálunk közelíteni a Szent Háromság titkához. Mi nagyon fontos, hogy az Atya, ő az, aki öröktől fogva létezik. Ő nem születik, ő nem származik. Ő a létnek az alapja. A Fiú az, aki az Atyától születik, öröktől fogva. A Szentlélek pedig, a harmadik személy, aki az Atyától és a Fiútól öröktől fogva származik. Ugye az Atyának és a Fiúnak olyan tökéletes a szeretet egysége, hogy ez egy harmadik személyben nyilvánul meg. Erre nagyon gyarló emberi analógiákat szoktunk példának használni, például ugye az oktatás során is, hogy beszélünk a magyar zászlóról, ugye a trikolóra, piros, fehér, zöld. Önmagában nekünk nem mond semmit a három szín, de ez szépen sorban, ez a magyar nemzetnek a zászlója, ugye a lobogója. Aztán úgy is szoktuk mondani ezt a katekumeneknek, vagy a gyerekeknek, hogy veszünk három gyertyát, és ennek a három gyertyának a lángját ugye összeérintjük, egy a láng, de három gyertya fénye. Ez világos, az Atya nem származik, nem most szület. Most mondhatok nyilvánvalóan, tehát de valami kis... Én értem, azon nincs is baj, úgyse lesz olyan hasonlat, ami ezt lefedi, hisz ezt megbeszéltük, hogy a természetben nem létezik egy ilyen dolog, szóval nem tudunk erre hasonlatot találni. De hogyha az Atya nem származik, nem született, a Fiú viszont származik, vagy született, ahogy mondja, most akár elfogadjuk, hogy az a monogenész, az azt jelenti, hogy első szülött, hogy elsőként, és én szerintem érthetetlen az a magyarázat, hogy az azt jelenti, hogy első szülött úgy, mint hogy ez egy cigim, hogy ő első szülött, és nem először született, amit jelent az a szó, monogenész, de nem, én csak, és szerintem számos ember van ezzel így, hogy ha az Atya az egyetlen, aki nem származik, a másik kettő pedig származik, akkor a három nem lehet ugyanaz
Hát most nem tudom, nem akarok ilyen nagy szavakat használni, de te úgy is ismered, és lehet, hogy definiálhatnád is nekünk. Az a három nem lehet ugyanaz az úszia, vagy szubstancia, vagy eszencia. Mivel az egyik származik, a másik viszont öröktől fogva létezik, és nem származik. Úgyhogy már eleve a kettő nem egy és ugyanaz a... Tehát nem rendelkeznek ugyanazokkal a kvalitásokkal, vagy tulajdonságokkal. Ezért hát a három nem lehet egy és ugyanaz, és egyenrangú. Most erre, szóval, hogy... Igen. Tehát amikor a Szent Háromságról beszélünk, akkor be vagyunk határolva. Tehát a fogalmakkal vita van. Tehát itt vita volt az ősegyházban a latin, illetve a görög terminológiát tekintve. Ebben nem menjünk bele. Nem. Szerintem ez messze vezet. Azt tudjuk, hogy az egy isteni lényeget, ugye, amit már az egyház is rögzít, mia usia, praeis hypostasei, a három természet, ugye hypostasis birtokolja. Kész. Amit mi mondunk, hogy a Szent Háromság személyei egymásban vannak. Átjárják egymást. Az egy isteni lényeget így birtokolja a három személy, de nem osztják meg, nem sokszorozzák meg, hanem egyszerre birtokolják. Aztán az Atyaisten az ő lényegét, azt ő önmagában bírja, mint az atyaság az ő lényege. A fiú Isten, az egyszülött, ugye aztán a 104. Zsoltár mondja, hogy fiam vagy, te ma szültelek téged, ő örök, ő változatlan, és az ő lényegét az Istentől kapja. És mivel az Istentől kapja a lényegét, az ő viszonya ebben ugye az öröktől való születés, a fiúság. Aztán a Szentlélek az ő isteni lényegét, az atyától kapja a fiú által, ezt mondja a kelet, nyugat pedig azt mondja, hogy az atyától és a fiútól, tudod, ez a filiók, vagy vita volt, lehetesen, menjünk bele, ez szükséges. És amit még mondanék, hogy azt mondja a katolikus teológia, hogy talán, jobb lenne, ha azt mondanánk, hogy nem különbséget vélünk fölfedezni a személyek között, hanem viszonyultságot kellene keresnünk. Mert a különbség, amire te is utalsz, és helyesen, nyilvánvalóan az emberi logikát és az okoskodást követve, alá is fölé rendeltséget éreztet az emberre. Ugye? Tehát van az atya, annak alá van rendelve a fiú, és meg ott van még a Szentlélek. De nem így van. Ezért van nálunk katolikusoknál, meg ugye a keresztényeknél, amikor mondjuk, hogy az atya és a fiú és a Szentlélek nevén. Tehát a kötőszavakkal is úgy bánunk, hogy nehogy alárendeltség legyen a Szent Háromság személy között. Mert szoktuk mondani, az atya és a fiú, nem, az atya, a fiú és a Szentlélek. Aztán figyelünk erre, nyilvánvalóan az egyházon belül ebben is probléma, tehát mind a két verzió elfogadó. Csak hogy erre is figyelhetünk. Akkor, nincs gond. Akkor így is, úgy is, azt nehezen tudjuk elkerülni, és ezt csak fel akarom hívni a figyelmét erre mindenkinek, aki nézi ezt majd, vagy hallgatja, de a fiú, szóval az atya az önmagától fogva létező, a fiú pedig bár öröktől létező, de kapja Istentől, aki az atya, az ő saját lényegét, és ő belőle származik. És a lélek pedig mind a kettőtől származik. Most a kérdés akkor az, hogy ha nem lenne a lélek, akkor lehetne a másik kettő, hogyha nem lenne a fiú, lehetne a másik kettő, illetve ha nem lenne az atya, lehetne a másik kettő. Nyilvánvalóan erre egy analógiát szeretnék. De ha nem volt rajta a kérdés, akkor szóval nem muszáj ebbe belemenni, nem akarok meg. De analógiát szeretnék erre, egy nagyon érthető analógiát, egy katolikus analógiát. Ugye nálunk a tanítás szempontjából nagyon fontos a Szentírás, a Szent Hagyomány és a Tanítóhivatal. Igen. Na most, ha ebből a kettőből akármelyik hiányzik, kiveszem, akkor az nem katolikus. Az nem katolikus, de igaz még lehet. De azért mondom, hogy tehát Istenről nem tudunk úgy beszélni, mi nem tudunk úgy beszélni, hogy ne lenne Szent Háromság. Ó, világos.
Igen. Az Ószövetség, az Ószövetségnek a szigorú monoteizmusa az egy adott történelmi helyzetben születik. De előképeket használ már a Szent Szerző, illetve a Szentlélek rávezeti folyamatosan az emberiséget, hogy majd amikor elérkezik az idők teljessége, Isten elküldi a világba a fiát, aki asszonytól született, ugye Jézus Krisztust. Na most a bűnbeesés története, amire már utaltál itt burkoltan, vagy érintőlegesen, az is megérne egy másik beszélgetés, meg már ugye Jézus Krisztusnak a krisztológiai és akkor szoteriológiai dolgokat is lehetne erről beszélni, most maradjunk akkor a Szentháromságnál, hogy a Teremtés 3.16-ban ott ugye a protoevangéliumban, amikor az első emberpár elköveti a bűnt, akkor már Isten meg is ígéri a szabadulást. És tehát amikor a kígyónak ugye szól a büntetés, igen, hogy ellenségeskedést vetek a te ivadékod és az ő ivadékod közé. Tudod, tehát hogy megígér, hogy, tehát, hogy ez nagyon fontos számunkra, hogy Isten tulajdonképpen már itt az ígérettel a megváltást. Na most a megváltás ígérete már benne van a magában az egész teremtésben. Azt írja, azt hiszem Szent Pál apostol, hogy minden Krisztusért van, Krisztus. Ti Krisztusé vagytok, Krisztus pedig Istené. Tehát az egész teremtés, ez Krisztusért van, és tulajdonképpen azért, hogy a bűntől, a bűn következményétől ugye megmentse a világot. Az elején szerettem még volna mondani, mert nagyon jó felvetésed volt itt a Szent Háromság tanításának az elfogadásával kapcsolatban, hogy Isten az embert szabadnak hagyja. A saját képességeinkre bízza azt és akaratunkra, bár a kegyelmét mindenkinek adja egyformán, hogy írja a próféta is, hogy az eső az mindenkire hull jóra és rosszra egyaránt. Tehát, hogy a kegyelmét mindenkinek adja Isten, és felfedi fokozatosan ezt a szentháromságos lényegét. Nem akarja ezt a nehéz hitigasságot a történelem elején sok más problémával küzdő nép életében. Egy pillanatot csak hagyd térek vissza a kérdésre. Szóval, ha valamelyiket kivesszük az egyenletből, akkor létezhet-e a másik kettő anélkül? Oké, inkább így teszem fel a kérdést. Hogyha nincs szent lélek, a másik kettő jó képes létezni anélkül és teljes mértékben funkcionálni szerinted? Erre a kérdésre úgy tudok neked válaszolni, remélem elfogadod a válaszom, ez számunkra eretnekség, ez tévtanítás. De most én ezt nem azt mondom, hogy ez így van. Én csak felteszem a kérdést, hogy az atya önmagában létező. Ezt jól gondolom? Ez János, azt hiszem 5-26 talán. Ez csak nagyon, persze tudom, hogy meg lehet ezt így is úgy is magyarázni, de mert amiként az atyának élete van önmagában, aként adta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. Meg ezt el is ismer, vagy ez így is van a katolikusok szerint, hogy a fiú az atyától kapja az eszenciáját, lényegében a lényegét öröktől fogva. Hát öröktől fogva születik, így van. Szóval öröktől fogva születik, ami azt jelenti, hogy az atya el lenne a másik kettő nélkül is. Jól értem? Most egy ilyen hipotetikus világban. Most akkor inkább így teszem fel a kérdést. Nem tudok gondolkodni. Te könnyen tudsz gondolkodni, mert én elfogadod el a Szent Háromságnak a létét, de én így nem tudok gondolkodni. Lehet, hogy nem is akarok így gondolni. Világos, de most csak csupaszítsuk le az egészet a Szent Háromságról. És csak mondjuk azt, hogy A. öröktől fogva létező, B. A-tól kapja az öröktől fogva létét, és született, C. pedig a másik kettőtől származik. Szóval, ha B-t és C-t kiveszem az egyenletből, A még akkor is lenne. Jól értem? Nem. Azért nem. De bocsánat, tehát én szerintem azért nem érted jól, mert azt mondtam az előbb, hogy ők egymásban vannak, ők kölcsönösen átjárják egymást. Tehát nem tudjuk elképzelni egyiket a másik nélkül.
A bölcsesség könyvében azt mondja a bölcses, az örök isteni bölcsesség, amit meg ugye a Szentlélek tulajdon, hogy már ott voltam a világ kezdete előtt. Igen. Ez a példabeszédekre gondolsz? Vagy példabeszédek, vagy bölcsesség, nem tudom most így pontosan idézni. Tehát, hogy én ezért nem tudok elvonatkoztatni úgy. Természetesen, mint hogy beszélünk a szigorú monoteizmusról, mint ugye az izraeliták esetében, tehát a zsidóság, a judaizmusnál, vagy az iszlám, de most talán az iszlámot most kicsit mellőzünk, hogy el tudom fogadni Istennek az egységét, ahogy a zsidó rátekint az Úrra, hiszen ő tartotta meg. A Pészaknak, a húsvétnak a legnagyobb üzenete, hogy az az Isten, aki erős karral kihozott minket a fáró keze közül, meg a szolgaság házából, az itt van, jelen van közöttünk itt a szédelestén. Tehát az én életemben is működik. A zsidóknak egy nagy történelmi tapasztalata van erről a Jahvéről, az egy Istenről. Viszont ha... A kereszténységnek ez a tapasztalata, hogy a megváltó Krisztuson keresztül részesedik a Szent Háromság egy Istenlé. Értem. Tehát van egy linearitás ebben. Oké, akkor... És még egyszer... Mert én biztos, tudom, hogy világos volt, amit mondtam. Az a része, ez a része meg. Én azt a tisztában vagyok, hogy nehéz, hogyha bár számomra nehéz úgy gondolkodni, hogy valakinek a Szent Háromság ilyen szinten egy ilyen alapvető, és nem azt akarom mondani, hogy ez a jó, és az az ostoba, csak azt akarom mondani, hogy mivel én nem úgy gondolkozom, ezért nekem nehéz annyira... Elhiszem. De, mint ahogy csak, de elhiszem, hogy lehet. Is nehéz. Így van, mint ahogy te azt mondod, pontosan, mint ahogy te azt mondod. Igen. De ettől függetlenül még csak pusztán a logikával, és ez az utolsó, hogy ennek neki megyek, de ha én gondolkozom, és most mindenki elgondolkozik magának, aztán eldönti, de ha azon gondolkozom, hogy most azt lényegében azt állítjuk, hogy az atya az önmagában nem képes létezni, csak a másik három jelenlétével, mivel ez a három, ez egy. Most állítsam én ezt. Nem. Mint hogyha ezt mondtad volna, hogy az atyának szüksége van a másik kettőre a létezéshez. Szóval a másik kettő feltétele az atya létének. Mivel azok részei annak az egy létezőnek. Szóval az atya nem képes önmagában létezni. Csak a másik kettővel. Értem. Akkor most ez az ontológia a mesdjére. Így van. Pontosan. Egy kicsit átcsúsztunk oda. Ami sok hallgatónak, teológus hallgatónak, meg hittaná hallgatónak az egyik kedves tantárgy az ontológia. Ez a kérdés, ez amit most felteszek neked, ez a millió dolláros kérdés szerintem. Hogy... Azt is gondolt, hogy erre válaszolni fogok. Ez csak érdeke, hogy mit mondasz te erre, hogy az atya létezhet-e önmagában, megvan-e minden az atyában, ami szükséges ahhoz, hogy ő létezzen, vagy nem? A kérdésed másik részére csapnék le. Jó. A képességre. Mondtad, hogy az atya nem képes képes létezni önmagában az atya a másik kettő nélkül. A képes lehet, hogy nem a legjobb kifejezés. Ott, mindegy, de hát akkor, hát tudod, megközelítő fogalmunkra. Igen. Hogy Istenben nincsen potencialitás. Istenben nincsen képes. Értem. Isten maga a tökéletes megvalósulás. És ezért nem tudok belekötni a Szent Háromságnak a létébe. Ő maga a tökéletes. Ő az, ugye ahogy Boétius mondja, ő az a létező, aki a tökéletes létet egyszerre birtokolja. Világos. Oké. Okay. Nincs benne potencialitás. Értem. Akkor azt a részét engedjük el, hogy képes-e vagy nem. Inkább akkor átfogalmazom úgy, hogy a fiú, a származik a fiú az atyától. Ez egy tudatos származás? Születik. Jó, nemzette. A világos, nemzette, akkor születik. Ez egy olyan folyamat, amit választhatott volna az atya, hogy nem történik meg, szerinted? A fiúnak a születése? Igen.
Az napja isteni örök tervével, ez is ez nagyon érdekes kérdés, ez maga a bűn, a jó és a rossz, a bűn és a megváltásnak a kérdésköre véleménye szerint. Az Atya az isteni örök tervében úgy tervezte el, hogy szükség van egy áldozatra. Az Atya. Maga, ugye, az Atya az ő isteni örök tervében, és ugye ez a fiú, de már ez egy másik téma lenne majd, ebben most szerintem nem menjünk mélyen bele, jó. És pontosan ez lesz, hogy ugye a bűn által, hogy, bocsánat, igen, tehát jött a halál, és ezt az ember nem tudja jóvá tenni. Ezért van szükség arra, hogy Isten, mivel szeretetből teremtett mindent, meg minket és embereket, ezért, amit mi elrontottunk, azt helyre hozza. És ezért volt az, hogy Máriát, Szűz Máriát kiválasztotta, őt megkímélte az átörügyből mindenféle következményt, hogy Isten és a bűn nem fér össze, világos. És így testesült meg. A Szentlélek által, a Szentlélek erejéből, ahogy mondja Gábor angyal Máriának, hogy a Szentlélek erejé megáldékozték, ezért születendő gyermeked az Isten fia lesz. Akkor nem akarok ezzel a kérdéssel nagyon sarokba szorítani, úgyhogy inkább elengedem, hogy lehet, hogy ha még sor kerül egy következő beszélgetésre a jövőben, akkor inkább azt áttereljük ilyen ontológiai kérdésekre. Mert ez szerintem... Nem, én csak tovább azt a kérdést tovább erőltetném talán, hogyha ez egy... Tehát még, ja igen, azt mondtad, hogy az Atya tervében szerepelt a megváltás. Szóval ebben a tervben a fiú is közrejátszott, ő is hozzátett, és a Szentlélek is. Mert ugye valahogy mindig arra lyukadunk ki, hogy mikor Istenről beszélünk, és egyébként ez következetesen így van az Új Szövetségben is, mikor Istenről beszélünk, az esetek 89%-ában az Atyára gondolunk. És most is azt mondtad, hogy az Atya tervében szerepelt, ami azt jelenti, hogy az Atya kigondolta ezt az egészet, és aztán ez így lett. Ezért tettem fel a kérdést, hogy a fiú szükséges-e ehhez az egész. Nyilván szükséges, hogy végbe menjen a terv, de ha ő nem volt ott, mikor az Atya kigondolta, akkor az feltételezi, hogy az Atya elműködne, tegyük fel, a fiú nélkül is. Amit most beszélsz, vagy hogy ezt mondod, ez annyira emberi, de jól is van ez így. Hm. És azért mondom, hogy mi emberi fogalmakkal operálunk, és ezek nem tudják lefedni az isteni lényeget, az isteni létmódot. Hát ugye emberként beszélünk el az örök isteni tervben. Hát, na. Világos, szóval, hát emberek vagyunk. Isten, hogy tervezni, és Isten ül, és akkor elkezd így pörgetni az életet, na most akkor én ezt így gondoltam, és így lesz. Hajna. Jaj, közben elrontottam valamit. Hát ez olyan, mint egy ilyen demiurgosz, mintha gnosztikusok lennénk, és akkor Istent ledegradáljuk egy ilyen, hogy mondjam, hibás létezmény. Azt én nem mondtam. Nem te, hanem én általánosságban beszélek, meg én is, hogy fogalmaztam. De ezért mondom, hogy elégtelennek a fogalmai. Viszont ami nagyon fontos, hogy elégtelenek. Nem tudunk tökéletesen. Ó, világos. De mégis ez, ami felmerült bennem ez kapcsán, meg szerintem végtelen másik emberben, hogy ha az Atya terve, akkor az azt jelenti, hogy az Atya a másik nélkül is ki tudta ezt tervelni, hisz ő volt, azt mondtad, hogy ez az Atya tervez. Mint ahogy én is úgy gondolom, hogy ez így van. Szóval nem az... Azért mondom, hogy ugye egymásban vannak. Tehát, hogy olyan nincs, hogy valamit, tehát, hogy Krisztus ezt ne tudna, illetve bocsánat. Tehát a fiú, a logosz, yeah. Tehát, és maga a lélek, ami az Ószövetségben a ruha, hogy a nefessel is szoktunk fogalmazni. Itt még szeretnék egy dologról beszélni. Tehát, hogy esetleg könnyebben tudjuk felfogni a Szent Háromságnak még a misztériumot igazából föl lehet fogni, igen. Hogy vannak tulajdonítások a katolikus teológiában, és az Atyának tulajdonítjuk a teremtést. Maga ő a létnek a forrása, erről már beszéltünk. A fiú, a logosz, a második isteni személy, neki tulajdonítjuk a megváltást. A Szentléleknek pedig ugye a megszentelést, vagy a vezetést, a megvilágosítást. És ahogy, ha nézzük ezt a lineáris vonalat, ugye Jézus Krisztus által, ő a történelmnek a zenétje, egyáltalán lehet így nevezni, ez a teljesség megjelenik a világban.
és az egyház létrejöttével tulajdonképpen, és Krisztus föltámadásával egy új teremtés, Krisztus működésével egy új teremtés vette kezdetét, és elkezdődött az eszkaton a végidő. És tulajdonképpen az embernek az a végső célja, hogy eljusson ebbe a szent háromságos létmódba a földi élete befejezés után. Ezzel én is beszéltünk erről meg, most is felidéztem. Akkor... De természetesen ez is egy másik téma lenne majd. Nincs gond. Akkor... Érdemes. Én azt hiszem, hogy egyetértek azzal, amit mondasz, olyan értelemben, hogy az atyának szüksége volt a fiúra, hogy a megváltás létrejön. Ez evidens. Most az, hogy ez egy kicsit az én elgondolásom szerint blaszfémiának minősül, hogy azt mondom, hogy az atyának szüksége volt rá, de ettől függetlenül még így van. Nem azt akarom mondani, hogy nem tudta volna megoldani másként, de nem is tudom, hogy melyik a nagyobb káromlás most már így a kettő közül. Viszont... Amikor az ember gondolkodik ezeken a dolgokon, az nem károm. Ó, persze, értem, csak most érted így a gondolat összes magában így vagy úgy, de valahogy limit... Ne, én nem tudom elképzelni, hogy bármi is limitálná az atyának a működését, bár lehet, hogy ezen jobban el kellene gondolkozni. Szerintem sem limitálja semmi az atyának a működését. Igen, igen. Most azt nem tudom, hogy a fiú működését, vagy a ruach, vagy a lélek működését bármi limitálja, mert úgy tűnik az írásokból, hogy az atya igen. Nem? Az atya képes limitálni a fiúnak, vagy a léleknek a munkáját, és szabályozni azt. Vagy nem is az, hogy képes, hanem ez egyértelmű, hogy így van. Az atya az, aki irányítja ezeknek a munkásságát. Már mire gondolsz itt konkrétan? Hát most lehet, hogy gyorsan tudok mondjuk János 14-es fejezetből előszedni azt, hogy mikor azt mondja, hogy nem hiszed-e, ez 14-es fejezet 10, nem hiszed-e, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem, a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi a dolgokat. Ami azt jelenti, hogy az atya az, aki cselekszik a fiunk keresztül. Aki hisz én bennem, folytatja, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az atyámhoz megyek. De vége hossza nincs annak, hogy... Jézus mondja, tehát ő cselekszi, tehát Krisztus az, aki cselekszik, tehát itt megint csak az egységről van szó. Világos, csak azt akarom mondani, hogy az egységben... Az egység... Az ő küldetése. Igen, de az egységben az atya az, aki az egészet vezérli. Ez talán még a... Vagy nem tudom, hogy ebben egyetértünk-e, vagy itt mindenki, mind a három csak ő cselekszik, és... Igen, igen, Roland, tehát a helyzetnek megfelelően. Tehát amikor Jézus ott van a tanítványok között, és amikor arról beszél, hogy én azt cselekszem, amit mennyei atyám, akkor ott arra van szükség. És amikor a mennybe megy, és amikor pünköskor ugye összeülnek a cenákulum az emeleti teremben, és szélzúgás támad, és ugye mint egy lángnyelv a képében megik a lélek, és akkor pedig a lélek ereje van, nagy zúgás, szélzúgás támad, akkor pedig a lélek az, aki, de a Szent Háromság egy Isten az, de érted? Tehát a lélek által, világos. Akkor az van, mert Krisztus az atyánál elfoglalta az atya jobbján a helyét, és miért ez is? Mert az emberi természetünket fizikai valóságban is, testlélek szellemegységét megdicsőítette. Ezért igen. Mondjuk, nagyon jó, hogy ma beszélgetünk, mert ma van nagy boldogasszony, és nálunk a boldogság a szűz, mert a célba érkezett embernek az ősminta. Hát ő az első ember, aki ott van a Szent Háromság egyesen létmódjában. Nekünk is ez az utunk. Na, és akkor ugye a Szentlélek az egyházban elkezdi. Krisztusnak a küldetése lejár, így mondom, bocsánat, jó, tehát, hogy véget ért. Világos. Mondhatok, hogy elkezdődött. És a lélek által, az eukarisztiában velünk van, a szentségekben, és a lélek által itt van, nem hagylak árván titeket. Ezt mondja Krisztus. És nekünk, római katolikusoknak ezért is nagyon fontosak a szentségek, az eukarisztia szentesében, és nyilvánvalóan a lélek az, aki minket egy közösségbe szervez. És ott hull a lakar, most mi is a lélek által vagyunk itt,
Ebben a beszélgetés. Abszolút. Amire ki akartam ütni, ez a következő. Aki nem szeret engem, mert értem, amit mondasz, hogy bár ez az, hogy az atya, hogy a fiú mikor itt volt, és akkor a lélek az pedig most munkálkodik, az mintha megjelenne számos olyan ideológiában, amit a katolikus egyház már nem fogad el, de a... Most az... Ideológiák azok az ilyes telepek. Tehát... Persze, hogyne. Most nem jut eszembe pontosan, hogy melyik az, de aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet, és az a beszéd, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki küldött engem. Ami azt jelenti, hogy amit szól a fiú, az nem az övé, hanem azt az atyától hallja, és az atya az, aki küldi őt. És ez arra enged következtetni minden, szóval úgy értem, minden olyan gondolkodót, aki csak a józan eszét használja. És nem azt akarom mondani, hogy a katolikus dogmatika az, mit tudom én, az, de ezt nem lehet józan észre felfogni, mert fel lehet. De hogyha csak így készpénznek veszed azt, ami le van írva, akkor azt mondja, hogy az, a beszéd, amit hallasz, az nem az enyém, hanem az atyája, aki küldött engem. Ami azt jelenti, hogy van, létezik egy alá-fölé rendelő viszony a kettő között. Most már lehet, hogy átértünk a versekre, amiket meg kell beszélnünk, de mindegy. Nem jól látom? Nem. Nem mondom, hogy nem jól, tehát én elmondom azt, hogy én... Igen. Ugye az elején beszéltünk már erről sokat. Tehát, hogy ez az egymásban levés, és azok a, hogy mondjam, tulajdonítások, amiket a háromság személyének tulajdonítunk. Hogyha ezeket elfogadjuk, akkor semmiféle ellentmondást nem tudunk föltételezni. És amit mondasz, tehát értem emberileg, hiszen az egyházunk is átment ezeken az állomásokon. Ezek voltak az úgynevezett szent háromságtani viták, illetve eretnességek, tévtanítások. És itt mindig szoktam mondani a gyerekeknek is, a diákoknak, hogy ne feltételezzük a rossz szándékot, hanem az ember gondolkodik. És nyilvánvalóan válaszokat vár ezekre a kérdésekre, de volt, amikor ezek a válaszok nem voltak megfelelőek, mert Isten tökéletességében nem fér össze ugye az alá és fölé rendeltség, meg ahogy mondtuk ontológiából a potencialitás. Tehát akkor nem Isten, hogyha benne van alá fölé rendeltség, és ha benne van potencialitás. Hogyha... Itt inkább a viszonyulásról beszélek, amit az elején mondtam, hogy itt a fiúságnak az a lényege, hogy a megváltás. A lehellésnek, ugye a lehelcsének, a szentelőkkel kapcsolatban pedig a megszentelődés, az egyház, az emberek eljutatása az üdvösségre. Ettől függetlenül akkor nézzük már meg ezt a verset, hogy szóval ez János 14:24. Akkor, hogyha ez a beszéd, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki küldött engem. És még utána is azt mondja, hogy a vigasztalót is az atya küldi az ő nevében, és az mindenre megtanít majd titeket, eszedbe jutatja mindazokat, amiket mondottam nektek. Tehát az atya forrása mindezeknek a dolgoknak. Ezekből a sorokból ez derül ki. Most, ha... Igen, hát mondtam is, hogy a létnek a forrása. Világos, tehát de... Ő küldi a fiút. Ami csak az kell, hogy jelentse egy hétköznapi ember számára, mint amit szerintem egyébként, hogyha a keresztények egy jelentős része a szívére teszi a kezét, akkor úgy gondolja, hogy az atya az mindenek fölött áll. Még akkor is, ha elfogadja a Szent Háromságot, de egyszerűen csak ezeket a sorokat, amik túl egyértelmű ahhoz, hogy csak felül lehessen írni azzal, hogy én elfogadom a Szent Háromságot, és a probléma az egyébként, mert azt mondod, hogy ha elfogadjuk a Szent Háromságot, akkor értjük így. Igen, hogy ha elfogadjuk, akkor utána nézhetem azon a szemüvegen keresztül, hogy ez úgy van. De ha nem, és megpróbálok inkább egy
egy másfajta gondolkodásmód szerint hozzáállni, akkor, és csak nézem azt, ami le van írva, akkor nehezen tudok arra a következtetésre jutni, hogy a fiú és a Szentlélek és az atya az egyenrangú, hisz ez alapján az atya küldi, és a szó is az atyáj. Van egy, nem egy több szentélési szakasz is van, és most, ahogy mondtad, eszembe jutott egy nagyon fontos fogalom, az engedelmesség. Tehát Krisztus engedelmes lett értünk, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölött áll minden névnek. Krisztus nevére hajoljon meg minden tér a mennyben, a földben és az alvilágban, és hirdesse az Atya Isten dicsőségére, Jézus Krisztus az Úr. Na most, ugye a fiúságról beszéltünk, és a fiú engedelmes az atyához. De, ahogy már mondtam, ugye az egész teremtés ugye Krisztusért, Krisztusban van, és a küldetését teljesítve, ugye Krisztus az, aki elfoglalja az atya jobbján a helyét. Nyilvánvalóan emberileg ez megint alávetettséget jelent, igaz? Mert a jobb oldalon ül, tehát az azt jelenti, emberi gondolatok, hogy hát ez itt... Hát az kell, hogy jelentse, hisz az van. Meg az, az... Jó. Hát de nem. De most akkor megint oda kerülünk vissza, amit én mondtam, konzekvense, hogy nem tudunk tökéletes fogalmakat alkotni a Szent Háromság lényegével, inkább beszéljünk a kinyilatkoztatásról, és Szent Pál ugye nagyon szépen mondja, hogy Krisztusban Krisztusért van a teremtés, és az atya átadja az ítéletet a fiúnak. Mindez, a világ végén, amikor eljön, akkor ő tart ítéletet, és hát nyilván, mint pantokrátor, tudod a... De nézd, szépen, amiket mondasz, mind csak továbbra is ugyanazt erősíti meg. És nem... Igen, a Szent Háromságban vetett hitet. Igen. A Szent Háromságban vetett, megingathatatlan hitet. De amit mondasz, azt mondtad, hogy engedelmeskedik, az agy, most feltehetném a kérdést gonoszul, hogy hol van az, ahol az atya engedelmeskedik bármelyik másiknak, sehol. De a fiú mindig engedelmeskedik az atyának, ami egy alá fölé rendelt kapcsolat. Még akkor is, ha az eszencia az egyenrangú, attól függetlenül a személyek közt van egy alá fölé rendeltségi viszony. És értem, hogy ez akkor szubstancionizmus, meg értem én ezt, de... Mondhatok valamit, Roland, amikor mondtad az előbb, hogy az atya hol engedelmeskedik. Igen, ugye, sehol. Remélem nem akarok, nem mondok eretnekséget, csak egy kis hasonlatot mondanék, hogy ugye amikor fiam vagy, te ma szültelek téged, az ige, a fiú, a logosz, ugye a preexisztens léte, János prológusból abszolút, ugye a logoszhimnuszból számunkra adott. Na most, amikor Jézus ugye keresztem meghal, harmadnapra föltámad, ugye, úgy is van, hogy Isten föltámasztja, tehát igazolja az ő istenségét. Igazolja az istenségét. Ezt most nem azt mondanám, hogy az atya engedelmeskedik, mert nem biztos, hogy jó ez a fogalom, mert az atya az atyához nem tartozik, az atyasághoz nem tartozik az engedelmeskedik, de az atya igazolja önmagát. Tehát a fiú, aki megcselekszik, és az atya föltámasztja a halálból Krisztus. És ezzel tulajdonképpen helyreállítja a bűn által megsebzett teremtést, emberi természetet is. Azt mondod, hogy, és helyesen mondod, mindazt, amit mondtál, az így van. Azt mondtad, hogy Isten felmagasztalja. Aztán... Hogy Szent Pál. Így van. Nem, persze, ez így van. Aztán Isten átadja neki a hatalmat, hogy ítélje. Aztán Isten feltámasztja. Ki az az Isten, amikor azt mondod, hogy Isten átadja neki a hatalma, meg Isten feltámasztja? Kire gondolsz? Nagyon jó az a kérdés. Hogy amikor Istenről beszélünk, a katolikus ember, vagy a keresztény ember nagyon sokszor az atyát azonosítja az Istennel. Pontosan az atyaság miatt. De, hogy mondjam, tehát nincs is ezzel semmi baj. Krisztus, akit ugye általában emberként jobban mert láttunk, tehát el tudjuk képzelni, hogy hogyan nézhetett ki, hogy vannak ábrázolások, stb., ezt most hagyjuk, Krisztus általában jobban meg tudjuk közelíteni emberként, de ő az, aki láthatóvá teszi számunkra az atyát. Ő az, aki, amit már mondtam ma néhányszor, hogy a Szent Háromság egyismernek a titkát hozza el számunkra. Természetesen nem azért fogok üdvözülni
ha üdvözülök, hogy mindent tudunk a Szent Háromságról, és már azt mondom, hogy értem, nincs ilyen. Nincs ilyen. Ó, akkor ezek de szerint, aki... Jami, bocsánat. Hittel elfogadom, ahogy ezt mondtam is az elején. Igen. Hittel elfogadom azt, amit Isten Szentíráson keresztül számukra, ugye, abszolút, nem. Én nem arra akarok kiukadni, hogy aki ezt gondolja, hogy Szent Háromság létezik, az feltétlenül elkárhozik, vagy nem. Inkább azt akar... meg mit tudom én, hogy ki hova kerül a végén, az majd kiderül. Én csak azt akarom ezzel inkább, hogy mindezek a kifejezések, hogy felmagasztalja, vagy akár itt, hogy nem a beszéd nem az enyém, vagy az atya küldött engem, vagy átadja a hatalmat, vagy üljön le a jobbjára, vagy feltámasztja. Ez mind azt erősíti meg bennem, hogy igenis van ez az alá-fölé rendeltségi viszony. És az, hogy a fiú alárendeli magát akarattal az atyának, lehet, hogy akarattal alárendeli, de akkor ugye felmerül a kérdés, hogy fellázadhatna. Persze ez már most így elvisz minket a filozófia mesdjére. Szóval nem akarok még egyszer ebbe visszamenni. Viszont mondtál valamit, amiben én egyetértek, illetve egy másik dolgot, az pedig az, hogy a fiú létezett a teremtés előtt. Igaz? Egyrészt János első fejezet héberekhez is ír erről, de a Filippi levél, ha jól emlékszem, második fejezet is ír. Úgyhogy ez csak én elfogadom, hogy a fiú létezett, és én nem, egyáltalán nem egy ilyen modalista gondolkodást képviselek, meg hogy a három az egynek különböző módjai, vagy ilyesmi. De ha létezett, és létezett, az szerinted azt jelenti, hogy ő ezért hát azonos a magasságossal? Azért használom azt a szót, hogy magasságos, mert szerintem sok problémát okoz az, hogy egyszerűen csak azt mondjuk, hogy Isten mindenre, ami abban a birodalomban mozog. Érted? Miközben Istennek van számos jelentése. És én a Szentírásból rengeteg, számos néven szólítjuk. És hogy tud, hogy én hogy gondolkodom, aztán akkor kíváncsi vagyok, inkább elmondom, aztán megnézzük, hogy mi a véleményed erről, mi az, amit gondolsz erről, hogy ez mennyire. Én tudom, hogy ez eretnekség, és azt is tudom, hogy az arianizmusból indul ki, de aztán egy ponton majd én eltérek attól, nem mindig. Szóval én úgy gondolom, hogy egyrészt Áriusznak sokkal inkább igaza volt, mint bárkinek ott azután. De tévedett abban, hogy a fiú egy teremtmény. Szerintem a fiú nem egy teremtmény, hanem a fiú az monogenész. Tehát, vagy prototokosz, hogyha úgy tetszik, az atyától született első szülöttként. És én az első szülöttet szó szerint értelmezem. Nem úgy szó szerint, mint ahogy egy nő szül, hanem származásilag. A fiú származik az atyától. Ami azt jelenti, hogy ha úgy vesszük, hogy nem volt idő, ám legyen, de idő volt onnantól kezdve, hogy a fiú megszületett. Szóval, ha érted, amire ki akarok térni. Az atya volt mindenek előtt, és ő nemzette a fiút, vagy szülte, ha úgy tetszik, mint a TikTok prototokhoz TikTok szülte, nemzette. És akkortól kezdve viszont már volt egy bizonyítási pont a létezésben, hiszen megszületett a fiú, szóval onnantól kezdve beszélhetünk arról, hogy előtte, után. Én szerintem a lélek, érthető ez, amit mondok? Hát kapizsgálom, csak nekem ezzel az a problémám, hogy visszatérve az ontológiához, hogy Istenben nincs idő. Fölött áll az időnek. Ezt nem tudjuk, hogy ez így van-e az írások alapján. Ő nem beszél arról, hogy az idő nem létezik számára, de ezért mondtam, hogy nem is, nincs is idő, csak egy viszonyítási pont, mint az, hogy mielőtt megszületett a fiú, és mi után megszületett. Szóval én elengedem azt, hogy napok, órák, percek, meg idő, meg ilyenek. A megtestesülésről beszélsz. Nem. Az egész teremtés előttről, még a preexisztens időről beszélek. Én úgy hiszem, hogy igen, a preexisztencia az létezik, tehát a fiú valóban volt a teremtés előtt, de volt itt, volt olyan... Hogy nem volt? Így van. Volt hogy olyan, nem hogy volt. Nem volt, de nem teremtette az atya, hanem nemzette. Ami egy másfajta
ontológia, mint a teremtés. A nemzés, ő az egyetlen, akit nemzett. Érthető ez, amit mondok? Hát, értem. Nézd, én fel tudom fogni a Szent Háromságot, amennyire fel lehet. Szóval én most csak azt akarom, hogy én így nézem az írásokat, hogyha ha érdekel. Hogy én úgy tekintek a fiúra, mint egy valóságos fiúra. Míg te úgy tekintesz a fiúra, mint egy metaforikus fiú. Dehogy. De miért lenne metaforikus? Azért, mert egyszerre van az atyával. Az, hogy megváltja az emberiséget. Tehát, hogy pontosan ő hozzá számunkra a lényeget, Isten lényegét. Oh, bocsánat, nem úgy értem. Tehát nem, én ezt egyáltalán nem pejoratív értelemben mondtam, hogy metaforikus. Olyan értelemben mondtam, mint hogy általában az atya megelőzi a fiút létezésben. Míg a Szent Háromságban az atya és a fiú egyszerre van. Ami azt jelenti, hogy ez egy metaforikus fiú, nem egy valós fiú. Tehát nem, azt jelenti, nem csökkenti ez az ő érdemeit, vagy akármit, csak nem egy valós fiú, hanem egy metaforikus fiú, hisz az atyával egy időben, ugye időn kívül, de öröktől fogva van. De itt abban a problémában ütköztünk bele, hogyha metaforikus fiú, akkor potenciálitás van benne, és akkor ez nem Isten, tehát nem tökéletes. Nem. Nekem ez a probléma. Nem, abszolút nem. Én ezt a metaforikus most csak pusztán grammatikai értelemben használom. Vagy nem. Én értem, hogy abban a gondolkodásmódban, a Szent Háromságban az, hogy a fiú az öröktől fogva származik, az azt jelenti, hogy ő egy fiú. Igaz? Születik a fiú öröktől fogva, a szent léle számít. Bocsánat, én a származikat olyan értelemben használom, mint a születik. Csak ezt a szót. Tehát én nem, én ugyanazt értem alatta. Származik, születik. De születik. Öröktől fogva születik. Tehát nincs olyan a mi világunkban nincs olyan fiú, ami az atyával, a saját apjával egy ponttól kezdve létezik. Minden élőlény a világon, akár növény, akár állat, akár ember, minden, amikor születik, már előtte a szülei léteznek. Ilyen értelemben mondom, hogy a fiú a Szent Háromságban pusztán metaforikus értelemben fiú, hisz egy időben, használjuk már az időt, hogy egyszerűbb legyen kommunikálni, egy időben már van az atyával. Érthető ez, amit mondom? A funkcióját tekintve fiúként funkcionál, hisz aláveti magát az atyának, stb. De az eredetét tekintve nem. Érthető ez? Én erre akartam kitérni. Ilyen értelemben metaforikus. Szerintem érteném, hogy mi van, de hát az eredetét tekintve ezt most hát a fiúság lényege nem is az atyaság, tehát én is erre próbáltam magyarázni, de hogy öröktől fogva van, csak nyilvánvalóan én nem tudok itt most, akkor időben nem tudok erre beszélni. Nem is kell. Tehát azért mondom, tehát az idő fölött állva, ezért mondom, vagy ezért mondjuk a, nem én mondom, hanem a preexisztens léte, tehát hogy másképp nem lehet Istenről beszélni, meg megváltásról, meg a bűnnek a legyőzéséről, ugye az áteredőben, ez nagyon fontos kérdés itt az elején, a teremtés történetben is, hogyha nem a tökéletes Isten, a háromságos Isten cselekszi ezt. Hát nem tudom most ezt kifejezni magam olyan pontosan, de ez olybá tűnne nekem, most meg lehet, hogy majd nem fogod érteni, mint hogyha Isten megint csak egy ilyen gnosztikus demiurgos lenne, hogy teremtettem, történt egy hiba, most ezt helyre kell hoznom, aztán hát most itt, jó, megölték Jézus, most akkor kell valaki megint, akkor menjen a Szentlélek. Tehát ez így nem, számomra ez így nem jó, meg nem csak számomra, tehát maga Isten nem egy ilyen, egy olyan teremtő, aki tud tévedni. Isten nem tud tévedni. Ez abszolút, én ezt aláírom. Csak hogy nekem ez jutott erről eszembe. Aha. Nem. Nézd, szerintem a származás az
Most abban már nem is akarok belemenni, hogy mi volt ennek az oka, hanem inkább ezt a részét elengedem, és akkor, hogyha tényleg majd egyszer rámegyünk akár a krisztológiai részre, akár esetleg ontológiára, akkor lehet erről beszélni. De van itt még egy kérdés, és nem tudom, hogy ez rajta volt-e azon a listán, de mindegy, felteszem, mert engem ez érdekel, kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz erről. Ugye a feltámadott Jézus Jahusának van, ez egy test, ugye, jól értem, a katolikus álláspont szerint neki van most egy ilyen dicsőséges teste. Megdicsőült teste. És arra nem akarok kitérni, hogy ez szénből van-e, vagy oxigénből, vagy akármiből, de valamilyen szinten fizikális egyetértünk abban, hisz mikor itt volt a Földön, akkor azért tudott a környezetével interakcióba lépni. Érthető? Amit mondok? Át tudott menni az ajtón, úgy tűnik, meg mintha fel is tudott volna repülni a mennyekbe, tehát ez egy ilyen különleges test, igaz? Ez eddig így gondolod? Igen. Ugye? Most megdicsőült test, így van. Akkor az azt jelenti, hogy ő most fönt az atya jobbján ül egy trónon. Hát most maradjunk ennyi, hogy ez egy kép. Tehát, hogy igen, az atyával van, és a Szent Háromságos létben van. Igen. De ezt akkor így fejezzük, hogy ott ül az atyának jobbján. Jó, mert ez jó? Akkor érdekel engem, hogy amikor azt írja, hogy mikor István azt látja, hogy látom a megnyílt eget. Pontosan is, és a embernek fiát ülni az atya jobbján. Akkor az csak egy kép, vagy az a valóság, mert utána az a kép előjön Jelenések könyvében számos alkalommal, illetve még Zsoltárok is ír arról, hogy ülj le a jobbomon, zsámolyod, stb. Szóval a te elgondolásod szerint az csak egy kép, hogy mi megértsük, vagy az egy valóság ott fönt? Egy olyan valóság, hogy ha most fölkerülnék oda, akkor látnám az atyát egy trónon, a fiút abban a testben, a négy lelkes állatot, a 24 vént, ahogy énekelnek, az üvegtengert, meg az angyalokat, vagy az pusztán csak egy ilyen fikció. Mert aztán a kérdés az lesz ebből, most eddig, amit mondtam, hogy látod te? Ez így van, vagy ez hát csak egy kép? Sok kérdés van, ezeket szét kell bontani, aztán már elfelejtem, mire elkezdtem, az elsőt, addig elfelejtem. akkor inkább... Nem fikció, amiről beszéltél, tehát nem fikció, hanem ez bizony, tehát ez a tulajdonképpeni, tehát az evangélista által, vagy a proféták által is, ugye, látott, ugye, látomás ez. Nem nevezném fikciónak, és amit, tehát ahogy mondtad is, hát nem, én nem úgy képzelem, hogy ott ül az atya, aztán ott ül a fiú, ja, csak nem. A Szentlélek ott áldás, meg ott vannak a vének. Itt nálunk a bazilikában, Egerben, csodálatos a freskot a kupolában, itt a Jelenések könyvéből, biztos látod már, te is jártál itt, tehát nagyon képszerűen, gyönyörűen van ábrázolva. Ugye a jel, a szimbólum az önmagánál mélyebb értelemben utaló képszerű ábrázolás. Tehát nem így tudunk gondolkodni. Viszont a Krisztusnak, a megdicsőült testének kétségtelen tény, hogy van valamilyen anyagi kiterjedése is. Az ő léte, ami itt ugye jelen van közöttünk is az eukarisztiában, a szentmisében, a szentostjában, kenyér és abban színe alatt, ez is ugye misztérium, hitünknek a legnagyobb titka. Ahogy én személyesen elképzelem ezt, jó? Tehát én... Ja, mit gondolsz te erről? Ez egy ilyen, tehát ez a véghetetlen dicsfény, fényesség, boldogság az, hogy az ember ugye ebben a boldogító Isten látásban részesedik. De akkor vajon miért? Így tudom elképzelni, amit mondasz. Akkor ha fölkerülnénk oda, akkor nem úgy látnánk magyarul szerinted. És ezek nem ilyen trükkös kér, tehát nem arra akarok kiukadni, hogy majd a végén azt mondjam, hogy na látod. Érted? Nem ezt akarom. Szerintem Krisztus lehet, hogy tehát valószínű látnánk a megdicsült testi formájában. Na ez a lényeg. Szóval ha őt valószínűleg látnánk, és az ő
ontológiája vagy szubstanciája azonos az atyával, az atyának is van egy ilyen megdicsőült teste? Mert ez a kérdés. Hát biztos, hogy nincs, de mert ugye az, tehát mivel Isten lélek, tehát ő szellemi létező. Na most és a fiú nem? A fiú az nem? Hát, tehát a fiú magára vette az emberi természetet, meg a fizikai testet is, hogy minket mindenestől megdicsőítsen. Tehát az anyagi világot is megdicsíti Krisztus, és amikor beszélt itt a szénről, meg kalcium, meg nem tudom micsoda, ami bennünket alkot, Krisztusban már a teremtés megdicsőült. Ezért mondtam azt az elején, hogy tulajdonképpen ezzel elkezdődött a végidő az eszkaton. Abszolút. De még tart. Hát még ugye, tehát még itt vagyunk, és a négy a Szent Pál apostol, majd valószínűleg, amikor ez eljön, lehet, hogy akik még akkor élni fognak, tehát úgy, mint fizikai létükben rendesen, majd elváltoznak. Mint hogy a mai ünnep is tanulunk, hogy a szűzenés elváltozott, így van. És így került testestől a megdicsőségre. Oké, szuper. És ez egy nagyszerű pont, amit mondasz, hogy ugye azt mondja, hogy visszatér majd a tízezer, a szolgáinak tízezeivel, hát reméljük. Nem azt mondta, hogy majd az idő, Jahusa, vagy Jézus visszajön, így van, hogy majd az utolsó kürtszóra visszajön, és mi is elváltozunk, és olyanok leszünk, mint ő. Ugye azt mondja, hogy olyanok leszünk, mint ő. Akkor mi olyanok leszünk, lesz egy ilyen megdicsőült testünk nekünk is, ami szerinted az, és most én csak kíváncsi vagyok a vélemény, lehet, hogy nem gondolkoztál ezen soha, csak most így, mert én csak gondolkozom most hangosan. Ha én úgy gondolom, hogy minden jel arra val, hogy használjuk már azt a szót, hogy a lényegünk, vagy a szubstanciánk az azonos lesz az övével. Hisz mi is megdicsőült test, most reméljük eljutunk oda. És akkor egyesülünk vele, és visszatér, és együtt. Szóval olyan lesz a mi lényegünk, mint a fiúi. Egy ilyen megdicsőült test 1000 évig, aztán majd jön egy második része az eszkatológiának, a örök királyság, de... Olyan lesz a... Aha, tehát, hogy inkább én meg értem, hogy hova akarsz kiukadni. Erre én azt mondanám, hogy illetve az egyházunk azt mondja, hogy az Isten életben részesedünk, az egyik szent mondja nálunk, hogy az volt a küldetés, hogy minket, az embert, hogy megistenítse. Uh-huh. Érted? Értem. Hát ez a megistenítés, tehát nem az, hogy Istenek vagyunk, illetve, mert ugye ember vagyok, hanem hogy ebben a létmódban részesítsen bennünket. És ahogy Szent Pál apostol ír, még visszatérnék itt a megdicsőült testre, ugye te is tudod, hogy ugye ez a halandó test, leveti a halandó test, elveszi megkapja a halhatatlanságot. Igen, igen, igen. A romlandó, a romolhatatlanságot. Eltemetjük a testet, de dicsőségre támad fel. És ugye, ahogy írja más helyen, ugyancsak Szent Pál, hogy az egész teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak a megnyilvánulását. Tehát ez azt jelenteni, hogy tulajdonképpen az egész világ mindenség majd ezen a végítéleten, vagy a parúzián megdicsül, eléri minden a célját. Minden, ami eddig véges volt, vagy töredékes, akkor teljes lesz, hogy Pál mondja, ugyancsak a szeretet himnuszban, de minden megkapja, akkor elnyeri a végső célját, és ugye, hogy írja a jelenés, hogy Isten lesz minden mindenben. Világos. Szóval lesz... De ez már Krisztusban megvalósult, tehát érted róla, mert ez Krisztusban meg is valósult, csak mi még várunk egy picit, hogy... Világos, nekünk el kell, hogy jöjjön ennek az eszkatonnak az a szakasza, amikor ő visszatér, ami elkezdi ezt a millennium királyságot. Vagy nem tudom, hogy a katolikus... Az apokatasztázis, a végső helyreállítás, ez egy külön téma lenne, nagyon érdekes ez az eszkatológia. Világos. De úgy gondolod te most röviden, hogy lesz egy 1000 éves királyság? Tehát mi az elgondolásod neked? Csak most tényleg nagyon röviden, aztán vissza akarok térni erre a megdicső testre, és befejezni azt a gondolatmenetet, de csak azért, mert én hát úgy hisz... A jelenések könyvében van Jánosnál? Még egyszer? Az apokalipszisnál? Ami a jelenések könyvében van Jánosnál, tehát itt ugye a tüzes tó meg a sátánt leláncolják, és akkor 1000 évre... Így van, szóval nem tudom, hogy mi a katolikus álláspont, hogy az a premillennium, posztmillennium, vagy a millennium, nem tudom, hogy melyik az, amit a katolikusok hisznek, de
Én úgy gondolom, hogy lejár az idő, lesz a milleniumi királyság, az ezeréves királyság, és ez a megdicsőült test, ez ott jut majd szerephez, hisz a lesznek emberek, akik megdicsőült testtel ott élnek majd, Krisztus uralma alatt, igaz? Ez, tehát mindenki föltámad, mindenki, a jók és gonoszak egyaránt, de egyesek örök üdvösségre támadnak fel, még mások örök kárhozatra. Igen. Malakiás próféta könyvében, igen, van ott az a, az a nagy, számomra nagyon elemi erővel ható jövendőlés, hogy az a nap, az a végső nap. Olyan lesz, mint a ványoló klúja, meg a kemence. Igen. És ugyanaz a fény, egyeseknek az örök dicsőségnek a fénye, másoknak az örök tűz, ami ugye eléget. Tehát milyen rettenetes, és milyen felemelő kép, hogy ugyanaz valakinek az üdvössége lesz, míg másnak a kárhozata. Uh-huh. Tehát, akkor, és ez a... Ez na, én is erre választom, hogy 1000 éves birodalomban, vagy uralomban hiszek-e. Igen. Az 1000 éves földi királyságban, amit követ az örök királyság, amiről beszélsz a jelenések, azt hiszem 20-as fejezet talán, vagy 21 a fehér trónítélet, és akkor mindenki feltámad, ez a dolog. De előtte még van egy ilyen milleniumi királyság. Most nem tudom, hogy mi a te elgondolásod arról, de csak ez csak a test miatt volt érdekes. Szóval, ha Jahusának, Jézusnak van egy ilyen megdicsőült teste, és ott ül az atya mellett, akkor ha az atyának nincsen egy ilyen megdicsőült teste, akkor az azt jelenti, hogy most már gyakorlatban is eltér a kettőnek a lényege. Hisz az egyik egy ilyen félig meddig test, megdicsőült test, bár a másik viszont 100%-ig egy ruach, vagy egy lélek. Érthető? És ez szerintem felvetti azt a kérdést, hogy hogyan lehet akkor mégis a kettő egy létező, illetve egy ontológia. Nem? Hát én inkább, én meg más oldalról közelíteném meg. Jó. Én inkább azon csodálkozom, hogy már engedd meg, jó, tehát, hogy nyugodtan. Én az a nagy csodálkozás a számomra, hogy Isten miért emeli be az embert maga létébe. Nekem úgy kerek, illetve nem csak nekem, hanem számomra, ugye ez a lényeg, hogy eljutunk oda, hogy Isten annyira szereti a fiút, és ugye olyan tökéletes a szeretetük, ugye a fiú, hogy a Szentlélekben, a harmadik személyben is ugye kinyilvánul, és egy tökéletes szeretet közösség, ugye a hármaság, erről is nagyon sokat beszél a teológia, hogy az embert annyira végtelenül szereti, hogy Isten képes arra, az emberi természetet teljes mértékben magára, hogy Krisztus hasonlít hozzá mindenben a bűnt kivéve. És hogy beemel bennünket ide. Nem csorbul, nem változik a Szent Háromság egyisten személyeinek a szerepe, a küldetése, a feladata. Ez nem változik, hiszen eléri a célját, a teremtés, hát igen, beteljesedik. Krisztusban teljesedik be minden. Én inkább ezt mondanám erről, amit te mondasz. Uh-huh. Tehát, hogy nem látok benne, mint ahogy mondtuk az elején, vagy mondtam az elején a ontológiánál, nem látok benne potencialitást. Ez pusztán egy gyakorlati kérdés, hisz neki most egy más jellegű, most egy más jellegű lény, létező kell, hogy legyen, mint az atya, hisz ebben a földi testben ugyan megdicsőve, de ment oda föl, míg az atya egy másik fajta létező, egy lélek. De mehetünk tovább. Mert természetünket dicsőítette meg a testében. De attól függetlenül még a szubstanciája az egyfajta megdicsőült test, míg az atyáé nem az. Szóval hogy lehet a kettő mégis egy létező, hogyha az egyiknek a szubstanciája ez egy ilyen megdicsőült test, míg a másik a 100%-ig lélek. Én erre akartam kiukadni, de nem akarom tovább, majd ezen mindenki elgondolkozik otthon, ha akar. Szóval a kettő hogy lehet egy létező, hogyha a szubstanciája az különböző a kettőnek, az egyiknek megdicsőült test, a másik meg 100%-ig lélek. Szóval... Jó, és akkor bonyolítjuk a kérdést, és akkor pontosan ebbe a kapcsolatba hogy kerülhet bele az ember, már pedig ott lesz.
illetve már ott is van. Igen, csak ugye az embernél az nem, mert az nem probléma, hogy az ember nem Isten, szóval az nem egy létező az atyával. Viszont a fiú esetében ugye a dilemma az, hogy hogy lehet mégis egy létező, ha maga az eszencia, vagy ez a természete az most egy ilyen megdicső test, míg az atya az meg lélek. Igazából ez az ember, pedig az embernek ugye sosem merült fel, hogy az Isten legyen. De ha már itt vagyunk az Istennél, hagyd kérdezzük, mert ugye ez egy problémát okoz talán, hogy hogyan használjuk azt a szót, hogy Isten. Mert én szerintem is Isten a fiú. Csak nem az örökkévaló, tehát csak nem El Shaddai, vagy érthető? Szóval szerintem is Isten a fiú, csak nem az Isten. És értesz? De ettől függetlenül nincs két Isten, mert ugye az én elgondolásom szerint ő ontológiailag is alárendelt az atyának, nem csak funkcióban. De ettől függetlenül még mondhatjuk azt, hogy Isten. Csak nem az Isten. És ezért akartam... Már ki a fiú? Aha. Ezért akartam rátérni erre a test dologra, mert én úgy gondolom, hogy ő igenis Isten. Az Isten annyit jelent, hogy hatalmasság. Szóval igen, szerintem ő egy hatalmasság. Az egyetlen hatalmasság, aki született az abszolút hatalmasságtól, aki az atya. A lélek pedig egy másik dolog, de abban most bele se akarok menni. Ettől függetlenül... Hát, igen? Amikor hatalmasságról beszélünk, akkor a Bibliában a hatalmasságok azok teremtmények. Az angyalokra utalunk, amikor hatalmasságokról beszélünk. Is, meg hát emberre is. Mert ugye Mózesnek is mondta, hogy majd te leszel Isten áll. Csak hogyha már ilyen, ha lételméleti síkon mozdunk, ugye a létezők hierarchiában van Isten, angyalok, ember, állatok, növények, és ugye az ásványi világ, ugye ez a klasszikus. És nekem ez úgy, és ki az Isten ott, a te, amikor te azt mondod, hogy Isten, akkor te kire gondolsz? Hát, mert beszéltünk. Tehát amikor ezt mondtam, hogy van az emberben egy olyan rögtön első reflexió, hogy amikor Isten, akkor az Atya Istenre gondol. Ezért kérdeztem. Atya Isten. De az Atya Istenre gondol, természetesen a teremtőre, a létnek a forrására. De azért mondom, hogy Krisztus által jutunk el a Szent Háromság egy Istennek a megismerésére. De te mikor azt mondtad, hogy Isten, te a Szent Háromság Istenre gondoltál. Feltételezem, nem? Tehát a Szent Háromság hát Isten, persze. Angyalok és a többi. Ja, igen, hogy persze. Jó. Ez a lényeg, na ez a fontos, amit most mondtál, mert én meg nem. Én amikor azt mondom, hogy Isten, akkor én az atyára gondolok, és nekem az angyalok és az atya közt van az ő egyszülött fia, aki valóban született, a fiú, és utána jönnek az angyalok. És a fiú nem teremtett, hanem született, mint ahogy te is azt mondod, hogy nem teremtett, hanem származik, vagy bocsánat, születik. Hát, hogy teremtett, akkor ariánus lennék, tehát akkor. Igen, így van. Szóval én sem azt mondom, hogy teremtett, hanem született, és aztán rajta keresztül. Igen, tudom, ezt mondtad is még az elején. Na ezért ezt akarom mondani, és én úgy gondolom, hogy még az írások is, mint hogyha csak úgy vesszük őket így egy az egybe, ahogy vannak, akkor én úgy gondolom, hogy az írások is ezt tűnnek alátámasztani, amiről beszélek, hogy ezért is jut eszébe automatikusan mindenkinek Istenről az atya. Hát az írások sokkal többről beszélnek. Igen, hát, igen. Igen, valóban beszélnek számos. Erről is beszéltünk a beszélgetésünk folyamán, hogy nem pusztán csak az atyaságról beszélnek, hanem ahogy mondtam, a szimbólumokon keresztül, az előképeken keresztül, és maga Krisztus személy, amit hát ugye már többször is mondtam neked, hogy ő az, aki, és az új szövetség az, amivel tulajdonképpen Isten mindent elmond tökéletesen. Ezért vagyunk mi az katolikusok, hogy a János halálával lezárult a kinyilatkoztatás. Isten mindent elmondott az emberiség számára önmagáról, ami az üdvösséghez szükséges. Világos. Halleluja. Nézd, lehet, hogy ezen a ponton zárjuk le, mielőtt
Hát most már tényleg minden, utána elkezdhetnénk a verseket elemezgetni, de nem tudom, hogy van-e még arra kapacitásod, vagy nem vagy túl fáradt, de szerintem ez elég volt. Szerintem lehet, hogy ez épp elég első nekifutásra. Az elég hosszú volt ez a beszélgetés is. Most már legalább van fogalmad arról, hogy mi az, ami történik. Én nem akarlak nagyon a falhoz állítani, na nem az a célom, szóval nem rólad szól, nem az a lényeg, hogy én azt demonstráljam, hogy ugye te ezt nem tudod, vagy erre sose gondoltál. Én azt szeretném csak elérni, hogy mint te, mind akik nézik, azok elgondolkozzanak ezeken a dolgokon, és akkor közelebb kerülnek az atyához, meg az ő tervéhez, illetve mindenhez, amit szeretnénk. Szóval ez volt pusztán a célom ennek. Úgyhogy ha esetleg még a jövőben összetudjuk hozni, vagy van kedved, akkor rátérhetünk a versekre, az úgy talán egyszerűbb lesz, meg azt elküldöm majd, mert van néhány új, de én is úgy látom, hogy ez alkalomra kimerítettük az erőforrásainkat, úgyhogy én megköszönöm. Mást is belehoztunk. Megköszönöm neked a türelmedet, és akkor még ha esetleg szeretnél valamit búcsúzol, akkor azt elmondod, de én megköszönöm mindenkinek a figyelmet, és ez volt a nagy dolgok, ha jól gondolom, a 19-es része Béres Gyulával. Én nagyon köszönöm Gyulának a türelmét, meg mutattam a blogját Gyulának, ott megtaláljátok ezt. Még akkor is, hogyha hittem, de szerintem mindenki nagyon jól jár, hogyha olvasgatja, mert legalább közelebb kerül a teológiához, ami fontos egy szint után, ne csak azt tudjuk, ami le van írva, hanem hogy hogyan gondolkoztak erről az emberek. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, meg köszönöm neked is még egyszer, Gyula, és akkor elbúcsúzhatsz aztán. Én is köszönöm szépen, hogy megtiszteltél a bizalmadat, és hogy engem megkerestél. Ahogy előzetesen is beszéltünk erről, hogy a célod a párbeszéd, és hogy nyilvánvalóan beszéljünk ezekről a hitigasságokról. Én ezt nagyon fontosnak tartom ebben a mai világban. Tehát, hogy vannak olyan emberek még, akiket érdekel Istennek a léte, érdekel Istennek a szava, és hogy legalább erről beszélünk, vagy esetleg lehet polemizálni is. Emlékszem, Aranyszájú Szent János mondta, de nem is, tehát, hogy a Bizáncban, ebben az ősegyházi időszakában, még a piacon is a teológiai kérdésekről beszéltek, tehát a Szent Háromságban, krisztusi kérdésekről. Apostolok cselekedeteiben is úgy. Jó lenne, hogyha erről... Most meg szinte senki nem is. Nem is beszélünk. Tehát visszatérve erre, hogy nagyon fontos a párbeszéd. Tehát, hogy ezzel is én azt hiszem a tanulságtétellel... Így van. Talán egy utat mutathatunk, talán egy alternatívát a kereső emberek számára. Pontosan. Így van. És felhívhatjuk a figyelmet a szentírásra, hogy vedd és olvasd. Halleluja. Köszönöm még egyszer, és akkor innen folytatjuk mindenkinek a legjobbakat, és halleluja.